A világ és Európa bajnoki ezüstérmes súlyemelő Száraz László Nagykállóban kezdte pályafutását, csak úgy, mint a 149-szeres válogatott kosárlabdázó Sitko Ernő. Többek között a hozzájuk kapcsolódó tárgyak és fotók is láthatók azon a kiállításon, amely a Nagykállói Sport Egyesület elmúlt 100 évét mutatja be. Volt, amikor 7 szakosztály működött az Egyesület keretein belül, napjainkban viszont csak a futball tartozik az NSI-hez. A jelene nem ilyen impozáns, én azt gondolom, de van miből táplálkoznunk, hogy hasonló úton járjunk, és ilyen céljaink legyenek. Nagyon sok szakág ugye kiszerveződött önálló egyesületé, de attól függetlenül a futballal 100%-ig foglalkozunk, és szeretnénk a kajakkenut újra elindítani a városban, ami azt gondolom, hogy megint megyeszinten is egy különlegesen vonzó lehetőség lesz majd. Vágó Zoltán legendának számít a nagykállói futballban. A Rozoga becenévre hallgató csatár 13 évet játszott a város csapatában, és volt olyan bajnoki mérkőzés, amelyen 7 gólt szerzett a nagykálló színeiben. Nagyon szerencsés ember vagyok, mert még az én időszakomban elég szép volt a futball, vonzott a nézőket, rengeteg ember előtt tudtunk futballmérkőzéseket játszani. Volt olyan mérkőzésünk, hogy 3000 ember volt Nagykállóban mérkőzésenként, és rengeteg örömet találtunk benne. Szóval még akkor, hála jó Istennek, szebb volt a futball sokkal. Az olimpiai bajnok kajakozó Kökény Roland fiatalon gyakran megfordult Nagykállóban, napjainkban pedig a sporták fejlesztéséért dolgozva kötődik a régióhoz. Gyerekkoromban Nyíregyházáról nagyon sokat jártunk át ide kajakozni. Egykori nevelőedzőm itt alapított később kajakkenu szakosztályt, úgyhogy ő meghívásából jártunk nagyon sokat ide. Kajakkenu szövetségnél ennek a régiónak a névadója vagyok, és itt töltöm be a szerepemet, és próbálunk minél több új tagszervezetet toborozni, és a meglévőket segíteni, hogy minél több gyerek jusson el a kajakkenu sportágba, megszeressék ezt a sportágat, és minél jobb eredményeket érjenek el. A Nagykállói Városi Könyvtárban látható kiállítást április 11-ig tekinthetik meg az érdeklődők.